Köszöntöm Önöket! Ez már a harmadik éve ünnepli így Ózdvárosa augusztus 20-át, nemzeti ünnepünket, Szent István napját, de ez nem csak egy ünnepség, hanem egy két napig tartó fesztivál az Ifjúsági Parkban. A felhőtlen kikapcsolódás mellett ez alkalommal is méltó módon emlékeztek meg a fesztivál apropójáról, augusztus 20-áról. Szent István dicsértessél, menj és földön tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa. Kérünk, mint apostolunkat és első királyunkat, Szent István, nézd mennyből le a szép magyar népedre. E moldvai csángóének részletével köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepén. Tisztelt ünneplő ózdiak! Minden nép önazonosságát meghatározzák nagy történelmi személyiségei. Ezek között számunkra kiemelt helyet foglal el Szent István királyunk. Augusztus 20-án első István szenti avatásának napjára emlékezünk. De emlékezünk a nevéhez kötődő keresztény nemzetállam létrehozásáról, Európa szívében, ott, ahol a történelem homályába vesző időktől élnek népünk ősei. Rendkívüli pillanat az életünkben az ünnep, ha tudunk ünnepelni, és ha méltóak vagyunk arra, hogy tisztelettel és becsülettel emlékezzünk elődeinkre. A bölcsek azt mondják, a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő, és az a nemzet, aki nem ismeri és tiszteli múltját, annak nem is lehet jövőképe. Szent István bölcsessége Magyarországot európai és keresztény állammá tette, ugyanakkor a hagyományokat megőrizve független, önálló államként vált Európa részévé. Urunk, te megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk. Hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megoszthassuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent nevet dicsőítésére és dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon a kenyérre, maradjon rajtunk mindörökké és életünkön, Krisztus a mi Urunk által. Most pedig felkérem Rizs Gábor országgyűlési képviselőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnökét, és Fürjes Pál urat, Ózdváros polgármesterét a megáldott kenyér megszegésére.
Ezen a két napon mindenki megmutathatta, mit tud. Nem csak a profik, hanem a térség amatőr művészeti csoportjai is helyet kaptak a színpadon. Rászállottam, Margalamban egyésre. Még az előtt, rá sem néztem a legényre. De mióta a Margalam rászállott, el szeretném még az egész világot. Hideg sincsen, még így.
up, can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the win. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet, wet. Drip, 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 drip on me, mommy. Can you drip, drip, drip? Pussy, pussy, lick them. I just wanna make you sweat. Érdeklődésre természetesen idén is a sztár vendégek tartottak számot, akik ismét tömegeket csaltak ki a parkba.
valóság. Képzeletben merre jársz, ezer csillag közé vársz. Négy évekről visszajár, lesz-e új mennyország, ne tárj a nem először vagytok már Ózdon, és most is egy koncert után éppen. Milyen az ózdi közönség, milyenek az ózdi bulik? Köszönjük szépen! A legutóbbi buli az nagyon emlékezetes volt, amit már láttam, hogy az egyik ilyen videó megosztón is vannak még ilyen videórészletek. Én azt gondolom, hogy a mai este sem tartotta a szintet, inkább emelte. Látványosabb volt az a másik buli, szerintem hosszabb is. Na most kis koncertek készülünk gyakorlatilag. Én úgy láttam, hogy nem nagyon felejtették el a dalainkat. A színpadon döntjük, hogy valójában melyik dalokat játszunk és milyen sorrendben. Van nyilván egy műsorváz, de itt most egy picit szeretünk volna hosszabbat játszani, csak ugye behatárolt volt az idő a tűzijáték miatt. Úgyhogy így most került bele azt hiszem, hogy a régi kedvencek, tehát itt még a Cosmixon kívül volt pár saját olyan feldolgozás, amit lemezen is volt, meg csak olyan kedvencek, amiket csak úgy buliba játszunk. Úgyhogy elég széles repertoárra azt mondtuk. Akárha még azt nézzük, hogy még egy Scooterdal is belefért ma este, amit igazából csak az utóbbi időben kezdtünk egy poénból. Azt gondolom, ennyi idő után most már belefér. De mennyire örültök annak, hogy a magyar Scooternek hívnak titeket? Hát ez, lehet ezen hadakozni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a kezdeti időkben nagyon sok hasonlóság volt ebben, hiszen ugyanazt, amikor játszottuk, aztán jó pár dallal és az utóbbi években aztán nagyon eltávolodtunk attól a vonaltól szerintem. De nem fáj, hogy ez ránk ragadt, mert azt gondolom, hogy ebben a műfajban a világ első zenekarról beszélünk, hogyha ennek egy olyan helyet helytartójaként tartanak minket számon, ami az mégiscsak egy dicséret, akkor szerintem nem rossz dolog. Neked személy szerint melyik a kedvenc Cosmix dalod? Hát nehéz kedvencet mondani, ez mindig ilyen hangulatfüggő, éppen milyen szituációban vagyok. Az igazság, hogy bár a látszat olykor csal, de mégis csak azt kell mondjam, hogy én a komolyabb dalokkal azért jobban vagyok az utóbbi időben. Ez nyilván azért is, amely én is változtam, az elmúlt 5-6-7 évre meg aztán az végképp jellemző. És hát szerintem ez így jó, mert mindig ugyanolyan nem lehet az ember. És ez a fajta változás egyébként pont azt idézi elő, hogy a színpadon is előveszünk olyan dalokat, komolyabb dalokat is, sőt, új dalok tekintetében is olyanokba gondolkodunk többnyire, ami azért én azt gondolom, hogy bár van benne Cosmix hangulat, azért mégis egészen más tud lenni. Úgyhogy ez egy nagy kérdés is, hogy a hagyományokat mennyire folytassuk, és mennyire rugaszkodjunk el, mennyire szárnyaljunk úgy, hogy tényleg teljes mértékben mindentől függetlenül a mai önmagunkat adjuk. És azt gondolom, hogy ez utóbbi lesz a végeredmény. Ezer csillag közé válsz, fényülőről visszajár, lesz-e új Magyarország, de tárgyatokon kacsibrány, hogyan alszik el a... Én úgy láttam az emberek reakciójában és mosolyokban, arcokban, meg tapsokban, hogy mindenki érezte ezt a kis csodát. Nekem ez lesz a kis emlék, amit hazaviszek, és legközelebb, ha lesz még módunk találkozni, akkor ezt hozok vissza nektek, és majd csinálunk egy még nagyobb kis csodát, jó? Köszönöm. Én is köszönöm, legjobbakat, sziasztok! Hisztek az angyalokban? Angyal, te hazudtál! Hát hívj egy szép történet gyermekkorunktól idáig! Angyalkáim, hatásom a szárnyaidokat! Tere angyal, egy angyal vár. Volt idő, mikor elhittem a gyerekmeséket a könyvekben. Ártatlan lelke, hogy sejteni a szép könyvek, csak átverés. De minden gyermek így nő fel, ha eljön az idő, hát ébredj fel. De láttam egy világot magamban, mit el nem mondhattam szavakban. Én mondom, te hagyultál, mégis mindig, ugye? Hát itt az idő, hogy jónosak legyünk, hát honnapod is meghallják. Gyertek ki is! Én mondom, angyal, te hazudtál, mégis mindig várok rád. Hol vagy, merre jársz, álomban, vagy valóság igaz? Angyal, ha erre jársz, dobok hozzám, én vártam rád, de rég volt, hogy
sem már, az életben talán sok angyal vár. De elég, egy angyal vár. Ó, mi baj? Egy angyal vár. Ó, egy angyal vár. És a történet így folytatódik. Emlékszik mégis bennem él, színes képen s egy új remény. Hol vagy, az merre jár? Álom vagy, vagy valóság?